Ebben a videóban egy bárki által kipróbálható Red Hat Linux labort fogok bemutatni. A labor gyakorlatot bárki regisztráció nélkül elvégezheti, az elérhetőséget a leírásban megadom. Ez a gyakorlat a konténertestre szabásról, illetve a külső alkalmazás konténerbe illesztéséről fog szólni. El is kezdem. Belépek a Red Hat Developer oldalára. Öh. Ez a workshop egy workshop sorozatnak a része. Konkrétan ez a kiválasztott workshop a hatodik rész. Build Applications into Container Images Launch resource kom megnyomásával el lehet indítani a workshopot. Itt kapunk egy leírást arról, hogy miről fog szólni majd ez a workshop, milyen feladatok lesznek benne. Universal Base Image-be lesz majd telepítve a konténer, repository val lesz telepítve, majd külső alkalmazás, stb. stb. Most nem is húznám ezzel az időt, hogy ezt egyenként felolvasom, hanem egyből indítom is magát a workshopot. Itt is kell várni egy-két percet, még a rendszer generálja a környezetet, addig pedig el lehet olvasni ezt a szöveget. Addig megállítom a videót, amíg elkészül a, a környezet, és akkor e, innen folytatni fogom majd. Elkészült a környezet, start gomb megnyomásával belépek. És ha minden jó megy, akkor a, a workshop végén erre a tabra kattintva e, meg fogjuk tudni nézni a konténerbe csomagolt applikációt, ami egy játék lesz, és e, lehet majd játszani is vele, aki e, 50 percen belül befejezi a workshopot. Elég sok lépésből áll, nem szeretnék most egy-egy lépésre túl sok időt vesztegetni. A lépések egy része már korábbi workshopban is ki volt már tárgyalva. Aki megnyitja a workshopot, az el, el tudja olvasni magát itt a, a szövegeket, illetve a leírást. Ugye a Universal Base Image használatával fog indulni maga a workshop. A Universal Base Image ugye az a Red egy egy termék, amit ingyen lehet használni konténer e, készítéshez. E, mindenképp ez egy nagyon hasznos eszköz. Ezzel kezdem a, kezdem a feladatot, letöltöm a Universal Base Image-et, egy publikusan használható eredhetes registryből. egy 9-es verziójú Universal Base Image letöltésével indul a workshop. Elvileg ez Pack, hamar le, le tud töltődni, hogyha ezzel kész van az ember, akkor, akkor tud, át tud menni a következő feladatra. Most lesz egy, egy munkakonténerünk, ez a UBI Working Container, és utána az ebben elvégzett változtatásokat utána majd tudjuk kommentálni a, a saját kis végleges konténereinkben. Ez a feladat arról szól, hogy third party repository-ból hogyan lehet programot telepíteni egy Universal Base Image-be, vagy illetve majd egy saját konténerbe. Ez a third party konténer repository most ebben az esetben konkrétan az Apple lesz, vagy Extra Packages for Enterprise Linux. Ugye ez a Fedora projekt gondozásában van, ugye a Red Hat Linux Nál a support coverage-nek nem része az Apple csomag, de egyébként kompatibilisnek kompatibilis, kompatibilis úgyhogy fel lehet, fel lehet szépen rakni. Úgyhogy most a Apple csomagokat szépen, illetve az Apple Repository-t szépen feltelepíti az ember, bekonfigurálja. Az Apple Repository-nak a, a bekonfigurálása vagy a telepítése az ugye ezzel a parancsal történik, hogy a Fedora projekt oldaláról letölt egy RPM-et amit utána Juminstallal installált. És utána lehet ellenőrizni, hogy, hogy ez a Apple telepítés, az ugye még most még véletlenül se a mi saját gépünkön történt meg, amin dolgozunk, tehát hogyha RPMQ-val ezt is az egyik korábbi workshopban már említve volt, de az RPM csomagokat így lehet az RPMQ-val, akkor azt írja, hogy nem nincsen telepítve a gépünkre de hogyha a, ugyanezt a parancsot lefuttatjuk a konténerbe akkor, akkor már egészen más eredményt kapunk ott például ki fogja írni, hogy, hogy telepítve van, tehát az RPMQ az eredményt adott a konténerbe ugye a build az, ami a konténerépítésre szolgál, ugye a, a docker az itt le van cserélve, a docker funkcióját a Podman build Kópeó triumvirátus valósítja meg, hát 8 illetve 9 alatt, hogyha senki ne lepődjön meg, de ezek is oci-kompatibilis konténerek, tehát Open Container Initiative-nak megfelelő konténerek. És akkor át is lehet lépni a következő feladatra, minden, minden, lényeges dolgot elvégeztünk, és még annál is többet egyel. A következő lépésben, ha már föltelepítésre került, vagy beállításra került az Apple repository a konténerbe, akkor mindjárt lehet is telepíteni. És ez a Moonbuggy szoftver, ez egy ez egy karakteres játék. Ez feltelepítésre kerül a working konténerbe. Y-nal lett megadva, nem kérdez semmit, mindent lefuttat. Mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy ez jó vagy nem jó. Nyilván automatizált telepítéseknél tényleg a jó az Y, nem kérdez vissza. De az ember életében először próbálja, akkor akkor érdemes esetleg kihagyni azt az Y-t, és egyenként a lépéseket jóvá hagyni. És akkor oktatási célnal is, ez egy, vagy pedagógiai célnal megnézni, hogy mit csinál a rendszer. Ugye most még egyelőre ez a munkakonténerünk létezik csak, hanem a munkakonténernek a tartalmát azt lehet kommitálni egy új konténerbe, ezt így lehet megtenni, hát a változatosság kedvér, vagy, vagy a nagyobb keveredés érdekében Moonbagja lesz ennek az új konténernek a neve. Tehát ez nem az a csomag, ami a, amit, amit, az előbb föltelepítettünk, ez a Moonbagja, hanem magának ennek az új konténernek a, a, neve lett, és akkor a Podman image listtel tesztelve meg lehet nézni, hogy jelenleg milyen image-eink vannak, ugye ez a aki használt dokkert esetleg az uh, hasonló szintaxissal már tudott találva, találkozhatott. És akkor látszik, hogy kb. fél perce készült el a Mundbaggyi konténerünk, a Universal Base Image 9-es az pedig 7 napos, uh, nem azért, mert 7 napja jelent meg a világon először, hanem azért, mert a Universal Base Image-et folyamatosan frissíti, a, Red Hat, a security fixeket, illetve a bug fixeket is, uh, folyamatosan kommitálja bele, ez az egyik értelme vagy lényege, hogy miért jó ezt használni. Super. Következő lépés, most már van egy konténerünk, feltelepítettük bele a Moonbuggit, kommitáltuk a konténert, és mert nincs más dolga az embernek kipróbálni a konténert futtatni a konténert, ugye szintén nem a Docker parancsal lehet, hanem a podmennel. Ez uh, interaktív módon a terminára csatolva fogja futtatni, és utána a konténeren belül el fogja indítani ezt a Moonbuggy programot. Hát ha az ember ezt megteszi, akkor át is veszi a konzolnak a irányítását, vagy a konzolnak a, ez, ez, a, ez a program. Uh, soha nem, nem játszottam még vele. Nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ezen a webes konzolon ez megfelelően működik. Aki akarja, az játszogathat, vagy próbálgathat. Megpróbálok kilépni belőle, hát ha, hát, ha sikerül. Egy Ctrl C-vel, vagy egy Q-val. Sikerült, szuper. Egyébként, ha valakinek nem sikerül, és beleragad ebbe a ebbe a játékba, akkor uh, esetleg egy másik terminát megnyitva, vagy újra, újra tudja olvasni ezt a konzolt. Uh, ennek a gomnyak a megny megnyomásával újra tudja olvasni a, a terminát, vagy tud esetleg nyitni egy újabb konzolt némi szerencsével, akkor ezzel a Podman Kill parancsal uh, véget tud vetni a kontinér futtatásának. Uh, ugye a némi konzolismerettel ugye fel lehet deríteni, hogy mit csinál ez a, ez maga, maga ez a program ugye ez a podman ps begreppel, illetve ott nézi meg a az első oszlopot, és akkor abból vágja ki a szó közelőtti rész, szóval magyarul az id-ját ki, ki, ki és utána az ki ki fogja killálni. jó és akkor következő feladat, vagy következő feladatrész. Ez e, már egy érdekesebb, érdekesebb lesz, tehát most már egy e, volt, volt egy volt egy konténerünk. Mi van akkor, hogyha mondjuk nem 9-esre szeretnénk konténert építeni, hanem 8-asra. Arra is lehetőség van, ugye támogatott még a Red Hat 8-as szinten is. Le lehet tölteni Szintén ugye, ezzel a szintaxissal egy 8-as Universal Base Image-et hálózati sebességtől függően ezt, ezt e szerencsésen gyorsan le tudja tölteni. Ez most a Working Container 1-es nevet kapta, és akkor tovább lehet lépni a következő feladatra. következő challenge. Ebbe a konténerbe be lehet állítani különböző dolgokat. Most a working container egybe DNF használatával valami, ami, ami egyébként a, hát az új jum, de igazából a jum parancsok is működnek a régi szintaxissal, mégis ez a, ez a példa, ez a DNF-et hozta working container egybe betelepítésre kerül, vagy feltelepítésre kerül egy, egy webserver, egy apacs, és fel, betelep, feltelepítésre kerülnek majd a függőségei is, ami mivel ez egy kicsi konténer, ezért valószínűleg elég számos függősége van. A konténer, ezeknek a universal base image is vannak már minimál változatai, meg ilyen-olyan változatai, aki ezeket használja, az, az majd meg tudja nézni és akkor feltelepítésre került egy pár dolog, de nem is olyan túl sok, úgyhogy a Bézim az nagyjából minden tartalmazott majdnem ami kellett utána következő parancs biztosra akarunk menni, hogy szépen elinduljon az apacs konténerbe amikor a konténer feléled tehát SystemCTL-néből HTTPD, aki már Linuxozott, annak annyira nem meglepő. És uh, ilyenkor még azt szeretnénk, hogy a 80-as port az tutira működjön, illetve az legyen bekonfigurálva. Uh, és ezzel, ezzel lehet beállítani, hogy akkor ez, erre a konténerre lehet majd irányítani 80 as portot a saját host rendszerünkből. És ahogy szépen haladunk az időben, időben is előre, mutatja, hogy még 38 perc van hátra, mire elhal ez a vizsgakörnyezet, úgyhogy annyira még nem kell izgulni. És akkor most jön a webapplikációnak a telepítése. Ez egy speciális webapplikáció lesz, amit egy publikus git repozitoriból töltök le. Szépen letöltötte, és utána, ahogy ezt letöltötte, utána ezt a webapplikációt, ezt bemásolom a Universal Base Image-nek a könyvtárába. Ugye ez most ez a Clumsy Bird, ez csak így mutatom, hogy a saját gyökérkönyvtáramba másolódott be, ugye ide klónoztam a gitrepót, és utána ezt a gitrepót, illetve amit leklónoztam, ennek a könyvtárnak a tartalmát a var www.html-be bemásolom a Working Container 1 gyen belülre. És így most már a konténernek a dokument apacs dokument útjába kerül be. Ez megtörténik, és akkor utána a working konténerből lehet készíteni egy, egy, saját konténert Clumsy Bird néven. Bekommittálom, elkészül majd a saját konténer, amit majd utána a podmennel lehet ellenőrizni, hogy valóban lett egy ilyen konténer, és akkor így, így most már elvileg uh, egyre több konténer érhető el a, a rendszeren, le is ellenőrzöm Podman Image list tel Így látszik, a, van egy Klemzi Birdünk, és van egy Moonbagging, és van egy Universal Base Image 8-unk, és egy 9-ünk, ugye a 9-essel kezdtük, az a Moonbaggy. Moonbaggit készítettük 9 alapon, és a Clumsy bird az pedig Universal Base Image 8 alapon készült el. Már be lett állítva, hogy, 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 a 80 a sport az, az működjön, és így pedig el lehet indítani magát a Clumsy Bird konténert. annyit csinál ez a, ez a program, hogy démonként fogja futni hát, a, a háttérben, és a 80-80-as sportját a a gépnek azt a 80-as portra fogja irányítani, tehát egy sima weben ez elérhetővé válik. És hogyha ezt lefuttattuk, akkor elvileg már fut is a, fut is a konténer, és lehet, hogy kipróbálom ezt a reload gombot, megnyomom, de úgy látom, hogy megfagyott ez az oldal, mindjárt valahogy megpróbálom újraolvasni. Az előbb lefagyott a session úgy, úgyhogy újra kellett indítanom. Ezért most újra, újra készítettem a konténereket, de lényeg az, hogy most már itt tartok, hogy akkor újra elkészítettem a, a UBI 8 alapon a, a Clumsy konténert, föltelepítettem rá az apacsot, föl, gittel leklónoztam a repót, felmásoltam a Clumsy bird és akkor most kommittálom magát a, a konténert. megfelelő, megfelelő néven. Létrejöjjön, és akkor utána, ha létrejött, de most először felmásolom még a A, a, a konténerbe, és akkor utána kommittálom a magát a konténert. Remélem nem keveredtek itt össze a parancsok. És hogyha minden jól megy, akkor utána a következő challenge-ben el is lehet majd indítani ezt a, ezt a konténert, és hogyha jól sikerült, akkor a web applikációt ki is lehet majd próbálni. A Podman image list le lehet kérdezni, hogy milyen konténerek vannak. 8-as, 9-es, Moonbuggy, Clumsy bird. És akkor Podman runnál el lehet indítani a konténert, és elvileg fut is, és utána, ha minden jól megy, akkor elvileg ezen a felületen elérhetőnek kellene lennie. Nem hmm. igazán fut. Valami, valamelyik lépés kimaradt már, sejtem is, hogy melyik. Úgyhogy vissza lehet menni a korábbi, korábbi lépésekhez. Öh. Szerintem az apacsot azt felraktam. Beállítottam a Husson a HTTPD, lehet, hogy ez maradt ki, hogy a 80-as portot nem engedélyeztem. Még egyszer ezeket meg lehet csinálni. Mégis baj nem lesz belőle. Most bemásolgatom újra, és újra kommittálom a konténerbe. És kíváncsi vagyok, hogy nyilván a listából ott lesz azzal biztos, hogy nem lesz probléma. Csak az a kérdés, hogy fog-e futni, vajon? Elvileg fut. Na, ki fogom próbálni, hogy, hogy rendesen működik-e. Ó, szuper, működik. Hát ez egy ilyen Mário típusú játék, nem, soha nem voltam jó ezekben a játékokban, nem is tudom, hogy, hogy kell irányítani, de hogyha valaki, valaki akarja, akkor eh, tud majd vele játszani. Úgyhogy ennyi, ennyi lett volna ez a mai kis eh, workshop, eh, kis konténer, telepítés ez végén újra kellett csinálnom a session mert lefagyott. Remélem, hogy aki, aki kipróbálja ezt a workshopot, több szerencsével jár. De minden jó, ha vége jó, úgyhogy sziasztok! Jó tanulást, jó gyakorlást, és hát remélem, hogy találkozunk még egy következő videóban. Sziasztok!